1991-ben, amikor az iskola újraindult, akkor költöztem ide Makóra, és akkor léptem be először ebbe a templomba. Békét és nyugalmat adnak az itt töltött percek. Akkor, amikor nehézségem van, akkor azt ide el tudom hozni, és egy picit úgy a mindennapi életemet kívülről meg tudom nézni, távolabbról meg tudom nézni a nehézségeimet, vagy közelebb is tudom magamhoz engedni itt a templomba, tehát pont az ellentétje, mint az előbb, és akkor valami megoldást találok rá. Itt a templomban megengedem magamnak azt, hogy ne csináljak semmit, hanem csak egy kicsit az Úristen tenyerén legyek, és ő rá figyeljek, vagy ő kényeztessen engem, úgy csak úgy, hogy legyek, csak úgy vagyok. Nagyon szeretek énekelni, nagyon szeretem a zenét. Ez is egy picit családi örökség, mert anyukám is mindig énekelt a plébánusunk mellett. 2015-ben kaptam azt a felkérést, hogy hétvégente vállalnám-e a szentmise szolgálatot. Nagyon izgultam, nagyon sokáig minden szentmise izgalommal töltött el, mert nem csak azt, hogy kísérem az énekeket, hanem én azt is feladatomnak éreztem, hogy ezzel egy picit azért a híveket közelebb vigyem az Úristenhez. Ezt az Úristen otthonának érzem, ezt a templomot, és így a gyerekeknek is próbálom ezt tanítani, hogy igen, mindenhol jelen van, de azért ez egy szent hely, ahol egyrészt együtt lehetünk azokkal, akiknek fontos az Úristen, és egy kicsit megmutathatjuk, hogy hogyan tudom az életemmel is kifejezni, hogy én templomba járok és az Úristenbe hiszek, mert akkor itt vagyok. Itt a templomba ismerkedtem meg Józsival is. Én nekem ez nagy élmény, mert templom és az éneklésem összekapcsolódik. Amikor 91-ben ide költöztem, és akkor az egyik esti szentmisén az áldozáshoz járulva énekeltem, ő pont ott állt előttem, és akkor megfogalmazódott benne, hogy de szép hangja van ennek a fiatal lánynak, jó lenne vele megismerkedni, és valahogy így indult az első kapcsolat, és akkor itt is házasodtunk össze, és utána mondom, a gyerekek pedig itt vettek részt abban a hitben való megerősödésben, amiben én is felnőttem gyerekként.